Sziasztok, Hansági Dorka vagyok. Ez pedig a Fodrász Info Podcastnek a soron következő adása. Mai vendégem Kozma Norbert. Tartsatok velünk! Kozma Norbi Miskolcon született, majd 6 éves korában a zenei pálya felé fordult. Miskolcon a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium hallgatója volt, később a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán tanult, és fuvola tanár kamaraművész diplomát szerzett. A diplomázás évében Feri Emese ismert fodrász mellett kezdett komolyabban a fodrász szakmával foglalkozni. Ez a világ annyira megtetszett neki, hogy mikor 2008-ban Budapestre került, a zenetanítás mellett aktívan elkezdte fodrász karrierjét is felépíteni. Ekkor döntési helyzet jött, zene vagy fodrászat? A válasz már ismert, ám a mögöttes kiderül a teljes beszélgetésből. 2011-ben Kökkény Judit sminkes kozmetikussal megnyitották közös szalonjukat, a Hevet, ami azóta egy 5 fős szalonnál fejlődött. 2013-ban csatlakozott a Kevin Murphy márkához, aminek jelenleg Gold Key minősítésű vezető fodrásza. 2014-ben megkapta az Editorial Hairdresser of the Year díjat a Kevin Murphy márkától, és ugyanebben az évben jelölték először a Fashion Awards Hungary az év divat fodrásza díjra is. Bár ez utóbbi elismerést 2016-ban ítélték oda neki. Saját bevallása szerint 2016 volt talán a karrierje szempontjából a legmeghatározóbb év. Ekkor lett ugyanis a Mercedes-Benz Central European Fashion Week vezető fodrásza a Kevin Murphy zászlaja alatt, illetve ebben az évben kapta meg az első komolyabb televíziós show műsorát Vörös Kati keze alatt. Későbbiekben az X-Faktor, az állarcos énekes, illetve a Dancing with the Stars fodrásza is volt, miközben az összes hazai divatmagazinnak dolgozott, divat és reklámkampányok keresett fodrásza lett. Izgalmas beszélgetést hoztam most is, tartsatok velünk! Azt olvastam egy interjúban, a Marie Claire készített veled egy interjút múlt decemberben, és abban arról beszéltél, hogy te nagyon izgulós vagy, ami így megmondom őszintén kifelé abszolút nem látszik. Ez honnan jön vajon nálad? Nekem ez sajnos ez egy ilyen alap kellékem, az izgalom, és a nem tudom, nálam ez egy nehéz ügy. Úgyhogy nekem ezzel küzdenem kell sokszor, ezzel az izgalmi, stresszes állapottal. De igyekszem úgy, hogy a munkámra ne nyomja rá a bélyegét. Úgyhogy általában ennél a típusú munkánál, hál' Istennek, rám a végeredmény tekintetében jó hatással van a stressz. Tehát, hogy akkor kicsit ilyen motiválóvá fordul át benned ez? Akkor nem ezt érzem, mert szétfeszülök tőle. Engem nagyon feszélyez, valószínűleg ez a késés, nem késés dologban is az, hogy az időkorlát az, ami engem nagyon-nagyon behatárol, és ilyen folytogatóvá válik. Tehát nálam az üzletben is úgy vannak beosztva a vendégeim, hogy gyakorlatilag ilyen mérnöki pontossággal ki van számolva, hogy melyik típusú munkára mi van, mennyi időm van, és hogyha mondjuk valaki ezen felül késik, akkor az engem már nagyon feszít, mert a következő vendégem úgy van beírva, hogy nálam nincsen várakozás általában, hanem így mindenki persze pontosan érkezik, és akkor az alapján én már előkészülve várom őket. Úgyhogy ezeket az ökkenőket nekem nehéz kezelni, de dolgozom rajta hosszú évek óta. És egyébként van erre valamilyen kiépült stratégiát? Tehát, hogyha érzed, hogy most jön ez az izgalom, tsunami, akkor így tudod, hogy hogyan kell ehhez nyúlni? Hát igazából, ami a legfontosabb az, és az is egy nagyon kemény munkafolyamat, hogy mondjuk a vendégeim, illetve mondjuk azok a ismert nők, akiknek a fején dolgozom, a haján dolgozom, mondjuk egy show műsor előtt, vagy egy fotózás előtt, akkor ezt a fajta nyomást ők ne érezzék. Nyilván érzik, de most már szerintem a legtöbb már átlendült azon, hogy inkább röhög rajta, vagy rám hagyja, hogy tudja, hogy olyankor hogy lehet velem beszélgetni, vagy hogy lehet velem, vagy hogy kell engem kezelni, mert jobb nem rá stresszelni erre. És egyébként vannak hát ilyen rigójáid is esetleg? Én sajnos szögletes vagyok, és ezt a vendégköröm és a klientúrám, akikkel mondjuk így együtt dolgozom, mondjuk forgatásokon, fotózásokon, ők ezt már ismerik, és jól kezelik. Olyan vendégköröm van, hogy nagyon-nagyon ritkán engedek be új embert, ez több szempontból is fontos, nálam tisztelően van tartva a vendégnek az ideje, hogyha mondjuk leül a székembe, akkor én nagyon-nagyon-nagyon ritka esetben fordul az elő, hogy mondjuk én valakit párhuzamosan mellé rakok. Nem szeretem, a figyelmem is megoszlik,
szeretek ott lenni, pláne egy szűkítési folyamatnál az elejétől a végéig, én ránézek a ható idő alatt is, hogy nehogy történjen valami olyan, amit nem tudsz befolyásolni, hogy mit tudom én, magasabb a hőérzet a szobában, ahol készül ez a festés az üzletben, és akkor nehogy emiatt aktívabb legyen, stb. Stb. Úgyhogy általában ezeket szigorú kontroll alatt tartom, viszont ez nekem csak úgy megy, hogyha abban a 2-3 órában azzal az egy emberrel foglalkozom. Emiatt nem vállalok nagyon sok esetben új vendégeket, illetve pontosan ezért, hogy a bejáratot vennék körömnek én is ismerem már az ő rigolyáikat, illetve a személyiségüket, és ők is ismerik az enyémet, és kölcsönösen elfogadjuk a másikat, és így szeretjük a másikat. Nyilván vannak olyanok, amikor az ember nem tud mit kezdeni bizonyos helyzetekkel, mondjuk ami külső tényezők, hogy miért nem ér oda, vagy miért úgy alakulnak a dolgok, ahogy. Hál' Istennek a bejáratott vendégkörre, és most nem mondhatom azt, hogy a javarész barátaimnak is mondhatom, így már ez egy egyszerűbb folyamat. Úgyhogy nagyon-nagyon rigolyáim egyébként van nincsenek. Tehát szeretem, hogyha megvan, hogy van nekem az idő az én múmusom, igazából ez egy ilyen... Igen, ezt leszögezhetjük. De milyen jó, hogy ezt már így tudod definiálni. Igen, ez nekem gyerekkorom óta egy ilyen nehéz ügy, úgyhogy én erre próbálom magam trenírozni, és nyilván ezért van az, hogy kénytelen voltam már a szakmám legelején azt kitapasztalni, hogy mondjuk mennyi időben telik nekem bizonyos munka, és az alapján már tudok kalkulálni. Nekem pontosan ezért mondjuk nem működnek ezek az online bejelentkező rendszerek, mert nyilván ehhez az idő kontrolláláshoz társul egy alapvető kontrollfreak vagyok, tehát hogyha nekem egy számítógépen is a vendég dönti el, hogy neki mennyi idő kell az ő tőfestésére, akkor az nekem már egy kicsit kényelmetlenebb szituáció. Mert ott egy egész nap el tud dőlni. Azt mondta, hogy ez egy kicsit ilyen gyerekkorból, családból jön. Ezt van esetleg valamilyen konkrétum, amit tudsz ehhez kötni, hogy ez hogyan alakult ki benned? Nem, igazából nagyon érdekes például, hogyha volt egy általános iskolai felmérő, amikor tudod ketyeg az óra, az rám sosem volt jó hatással. Úgyhogy már ott is éreztem azt a típusú érzést, ami nyilván most felnőttként egy másik, más típusú érzés már, de tulajdonképpen ugyanonnan fakad az a gyökere, úgyhogy nem tudom mihez kötni konkrétan. Tehát igazából sohasem versenyeztem, nem voltam igazából kitéve versenyhelyzetnek, nyilván a fodrászat előtti életemben úgymond, persze napi szinten meg kellett feleljek a mestereimnek, meg stb. De hogy ott sem voltam igazából időhöz kötve. Úgyhogy nem tudom, hogy ez honnan jön. Tehát ez lehet, hogy egy ilyen öröklött dolog, vagy nem tudom. De igazából a szüleim sem el pontosságukról híresek, úgyhogy nem tudom tényleg, hogy nálam ez miért lett ennyire központi. Azt mondod, hogy a fodrászat előtti életem. Én úgy tudom, hogy te elég erősen kapcsolódtál a zenéhez. Mesélsz egy kicsit erről, hogy milyen hangszeren játszottál, illetve hogyan volt a zene jelen az életedben? Hát ugye nekem az alap foglalkozásom, vagy diplomám az fuvolatanár kamaraművész végzettségem van. Én zenei pályán voltam gyakorlatilag 22 éves koromig aktívan, 6 éves korom óta. Azt nagyjából úgy kell elképzelni, mint hogyha az ember ilyen sportoló, tehát hogy más mondjuk reggel 6-ra az úszómedencébe ugrott be, akkor én elmentem reggel 6-ra fél 7-re beskárázni, begyakorolni magamat a nap elején, a közismereti óráim előtt, lementek az általános tananyag napközben, és akkor mit tudom én 2 óra után pedig ez a zenei életbe csapott át az életem. Soha nem tapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor valakinek van egy szabad délutánja, tehát tulajdonképpen én 6-7 éves korom óta abban élek, hogy nekem egy nap az 8-10-12 óra, és igazából nekem kimaradtak ezek a délutáni klasszikus elfoglaltságok, mert hogy mindig ugye a zenei elfoglaltságaimmal kellett foglalkozni, gyakorlás, hangszeres órára járás, szolfézs óra, és akkor mellette még ugye a hétköznapi tantárgyakra való felkészülés, ami azért nyilván egy elég megerőltető feladat volt egy gyereknek, és de aztán természetesen a középiskolára ez már egy kicsit gyakorlottabbá vált, és aztán pedig az egyetemen pedig nyilván már erről szólt az életünk, hogy egy 12 órás körforgásban vagy tulajdonképpen. Ezt te választottad magadnak? Tehát a hangszert is, meg ezt a pályát is, vagy volt egy kis presszió esetleg
bármilyen irányból. Azt nem mondom, hogy presszió volt, mert de igazából az van, hogy szerintem az anyukám időben felismert az, hogy nem vagyok egy reál beállítottságú gyerek, látta, hogy mik a nehézségeim az életben, a tanulásban. Én egyértelműen egy humán beállítottságú gyerek vagyok, érdekeltek a versek, a művészetek, stb. És volt egy ilyen iskolai felmérés, amikor kijöttek, ezt hiszem, mai napig is van ilyen gyakorlat, hogy kijönnek zeneiskolákból egy ilyen hangszerismertetőre, vagy felmérik a gyerekeknek az adottságait, vagy esetleg valaki alkalmas lehet arra, hogy elmenjen egy zeneiskolai felvételire. Engem kiválasztottak egy ilyen alkalommal, elmentem a zeneiskolai felvételire, ahol egyébként nem teljesítettem jól, mert lázas beteg voltam, de nagyon szerettem volna elmenni. Nekem mindig volt egy ilyen megfelelési kényszerem az egész életem során, és nyilván itt is ez előjött, hogy én erről nem akarok lemaradni, hogyha már megkaptam ezt a lehetőséget. És ez nem sikerült, viszont tudta az anyukám, hogy én ettől annyira elkeseredtem volna, hogy ő nem merte nekem elmondani, hogy nem vettek föl, ezért elintézte, hogy szeptemberi első szolfés órára beülhettem úgy, mintha ott lennék én egy felvett gyerek, és gyakorlatilag nekem az volt a felvételim. Ez mondjuk így kicsit ilyen fura, mert egy felnőtt fejre lesz így végig gondolni, ez egy nagyon érdekes szituáció, de én ezt évekkel később tudtam meg, hogy ez így alakult, és egyébként akkor nehezteltem is az anyukámmal, mert sohasem szerettem, hogyha mondjuk velem bármilyen szinten kivételezés történik, mert nem tartom korrektnek, de igazából ez tulajdonképpen egy korrekt, meg egy fair dolog volt, hogy igazából ez egy ilyen pótfelvételiként működött az első óra, mert mondhatták volna akkor azt, hogy igazából tényleg alkalmatlan, és akkor valamilyen ügyel abba hagyjuk a zeneiskolát. Nyolcadikos voltam, amikor igazából el kellett döntenem, ugye, hogy most zenei pályára megyek tovább, vagy valamilyen más irányba. Én akkor beadtam, ugye nyilván a zeneművészeti konzervatóriumba, beadtam egy grafikai iskolába és egy építész iskolába, és az élet furcsán alakult, mert minden három helyre fölvettek. És nekem igazából el kellett döntenem 14 évesen, hogy melyik irányt választom. Bármelyik irányt választom, azonnal kezdve azt jelenti, hogy a fókuszod csak arra. Ez nem olyan, mint egy gimnázium, ahol van idő még plusz 4-5 éved eldönteni, hogy mondjuk milyen irányba indulsz, hanem itt konkrétan egy ilyen szakközépiskolaként úgy működik, hogy onnantól kezdve rá vagy állítva egy pályára. És persze mellette volt olyan háttér iskolai tanítás, amivel te igazából nyilván az orvosin kívül tulajdonképpen bárhova elmehettem volna, de azért ez nyilván ez meghatározottak ez a pályádat, és nekem az anyukám azt mondta, hogy most van az, amikor én eldönthetem, hogy mit szeretnék csinálni, viszont annyit kénytelen elmondani, hogy neki tudom, hogy mennyire fontos az, hogy neki ez a zenei pálya, ez a szívecsücske. És én pedig tipikus az a jó gyerek voltam mindig, aki szeretett volna az anyukájának megfelelni, és így utólag azt mondom, hogy emiatt mentem erre a zenei pályára, de egy percét nem bántam meg, mert abból fakad az, ahol egyébként most vagyok, mert nyilván nem sodott volna az élet engem olyan területre, ahol most tartok. És nem ismerkedtem volna olyan emberekkel, akik miatt most ott vagyok, ahol vagyok. Úgyhogy mindig meg kell nyugtassam, hogy ne legyen egy perc is egy kis megfordulás miatt, mert az a típusú nyomás, amit ő a vállamra tett, az nem egy rossz döntés volt, hanem én ettől csak több lettem. A zenépálya nekem gyakorlatilag az életem volt. Csak nagyon sok esetben nem kezeltem jól a stresszt például, meg ezt a megfelelést. Nekem konkrétan fizikai tüneteim voltak a versenyhelyzettől, a koncerteken való fellépéstől. Rendszeresen inhüvelysérvem volt, kidudorodó ilyen inhüvelysérv volt a csuklómon, mindkét kezemen, a kézfejemen. És amikor ezt elengedtem, ezt a diplomám után, hogy akkor nem leszek szólista vagy zenekari művész, onnantól kezdve nekem ez nem okoz problémát. És most hiába dolgozom napi szinten a kezemmel, és mechanikai munkát végzek, nem jelentkeznek ezek a tünetek. Valószínűleg azért, mert ebben a szakmában jobban ki tudok teljesen, mint előtte. Úgyhogy volt egy ilyen érdekes szakasz az életemnek, hogy a diplomám után tanítottam nagyon sokáig, egyébként 10 évig, zeneiskolában gyerekekkel, sokat foglalkoztam gyerekekkel, és mellette kezdtem el felépíteni ezt a fodrász karriert, pusztán kíváncsiságból és érdeklődésből, hogy valamit éreztem, hogy kötődésem van a hajhoz.
A kettő azért úgy abszolút nincsen egymás mellett, egy picit távolinak tűnik nekem. Mégis hogyan sodródtál ide, vagy volt-e mondjuk akár korábban kötődésed, vonzódásod a hajhoz? Annyiban volt kötődésem, vonzódásom a hajhoz, hogy most vissza kell megint csatoljak az anyukámhoz, hogy gyerekkoromban ő vágta a hajunkat. Az apámnak, meg a testvéremnek, és meg az ismerősöknek, ő nem fodrász egyébként, de neki volt egy ilyen kézügyessége, és egy ilyen jó térérzéke, ezért ezt kamatoztatta a hajvágásban. És neki, amikor én 14 vagy 15 éves voltam, lesérült a keze. Volt egy csúnya inszalagsérülés, és nem tudott onnantól kezdve ollót fogni a kezébe, és akkor én kezdtem el a tesómnak, meg az édesapámnak vágni a haját. És együtt az anyukámét is, aztán az anyámnak a barátnőjét, és mindig így csapódott valaki ehhez, és én még imádtam ezt valamiért csinálni, nekem rögtön kézzel állt ez az egy papírvágó ollóról beszélgetünk egyébként, meg egy legegyszerűbb bolti hajnyírógépre, amivel én elkezdtem dolgozni. Aztán elkezdtem tövet festeni az anyukámnal, aztán kipróbáltam egy fóliás mellét, de ezt mind autodidakta módon, miközben én egy művészpályán voltam 0-24-ben aktív, és ez volt kvázi a hobbim. Úgyhogy a család után jöttek a közeli barátok, a közeli barátok után jöttek az egyetemi csoporttársak, és akkor az történt, hogy a diplomám évében, amikor 22 éves voltam, megismerkedtem egy fodrászlánnyal, Feri Emesének hívják, őt már biztos ismerik a Fodrász Infónak a nézői, olvasói. Pécsen összebarátkoztunk, és ő látta egy-két munkámat, és azt mondta, hogy nagyon szívesen elkezdene velem foglalkozni komolyabban. Hogy miután lediplomázok, akkor nála fogom elkezdeni a szeptemberben az oktatás, hogyha nekem ehhez van kedvem. És természetesen volt kedvem, csak aztán az élet elsodott minket egymás mellől, és nekem meg nem voltak meg olyan anyagi feltételeim, meg hátterem, a családom nem tudott nekem semmilyen ilyesmiben segíteni anyagi támaszban, hogy én föladjam a tanítást azért, hogy én elmenjek egy éves vagy két éves iskolába fodrásznak tanulni. Úgyhogy nekem ez így egy időlei félre lett téve. A tanítás mellett otthon dolgoztam a négy fal közt, volt, hogy dolgoztam egy pécsi üzletben is, és így kialakult egy ilyen mini vendégkör, akin így tudtam így gyakorolni. És akkor felkerültem Budapestre, itt még tanítottam Török Bálinton, azt hiszem, hogy 6 évet körülbelül, és akkor mellett elkezdtem bekapcsolódni a budapesti divatéletbe, de csak ilyen mikroszinten. Bekapcsolódtam az iparművészet is hallgatóknak a munkáikhoz, vizsgamunkáikhoz, divattervező munkáiról beszélgetünk, a fotóművészek munkáiról, ott kellett elkezdenem egy pár hajas feladatot elvégezni. Kökény Judit sminkessel és Vörös Viki sminkessel kezdtem el együtt dolgozni, nekik részt vettem versenymunkájukban is, ők mindketten Sipozita tanulói voltak, és így igazából így alakult az életem úgy, hogy szorosan párhuzamosan működött a két szakma egymás mellett, és aztán azt éreztem egy ponton, hogy egyik nehezíti a másikat, és akkor el kellett döntenem, hogy melyik irányt választom. A maradok a tanításnál, a művészeti pályán, ami egyébként egy ponton már nem töltött. Nagyon sok minden miatt nekem ez egy nehezebb pálya volt, viszont ebben a fodrász dologban pedig teljesen ki tudtam teljesedni, úgyhogy örömet okozott a munka. És nem vettem észre azt, hogy 12 órán keresztül dolgozom, ami nyilván veszélyes, mert az életed elpillen egy ilyen nagyon érdekes mókuskerékbe, de egy jó leső mókuskerék volt nagyon sokáig. Hogy élted meg ezt a váltást? Abból a szempontból volt nehéz, hogy nyilván amikor többet foglalkoztál egy adott pályával, mint amennyit, mármint hogy az életednek nagyobb szakaszát töltötted egy szakmával, mint amit nem, az annyira nehéz elengedni, hogy hiába nem okoz már feltétlenül örömöt, de mégis egy ilyen fura addiktív állapot ez. Hogy már nem tölt, de mégis azt vezet, hogy nem tudod letenni. Nyilván azért, mert elkezded átértékelni azt, hogy most tényleg elpocsékoltam idézőjelben az életemből mondjuk 20 évet egy szakmára, egy művészeti pályára, amit aztán most így kukába dobok, mert hogy ebből kiesel, akkor nagyon nehéz visszatérni. Tehát én most 5 vagy 6 éve nem volt a kezemben aktívan a hangszer. Ez azt jelenti, hogy nekem nagyon hosszú idő lenne azt, hogy mondjuk a diploma szintemre eljussak. Mert hogy olyan, mint a nyelvtanulás, hogy nem használok, egyszerűen elfelejted. És emiatt azért nehéz döntés volt, hogy mennyire lépek ki belőle.
A gyerekekkel egyébként szerettem együtt dolgozni, szerintem jó partneri viszonyt ápoltunk, a kollégáimat egyébként kedveltem, mindig szerencsém volt a munkahelyeimben, mint a zeneiskolákban, mert jó tanári közösségekben tudtam dolgozni, de valamiért nem éreztem ezt az iskolai keretek közt történő oktatást, úgyhogy elengedtem, és azóta boldog ember vagyok. 5 éve nem zenéltél, nem volt a kezedben a hangszer. Nem hiányzik esetleg? Vagy nincs olyan, hogy akár álmodban zenélsz? Olyan nincs, viszont nagyon hiányzik, nagyon sok esetben. Ha mondjuk elmegyek az utóbbi nyilván másfél évben nem volt lehetőségem mondjuk komoly zenei koncertre elmenni, de mondjuk nagyon sokszor hallgatok otthon klasszikus zenét, és azért kicsit mindig összeszorul az embernek a szíve ilyenkor, hogy így az egy olyan dolog egyébként a klasszikus zene, amit mondjuk ez érdekes, mert sosem tudtam elmagyarázni azoknak, akik egyébként nem szeretik, vagy akik nem hallgattak sohasem klasszikus zenét, de hogy teljesen máshogy tölt, mint mondjuk bármilyen másik típusú zene. És sohasem tudtam úgy levezetni az energiáimat semmiben, mint mondjuk az aktív hangszeres játékon. Tehát nem a koncertezésről beszélgetek, hanem egy gyakorlási fázis, amikor mondjuk nem tudom, 4 ütemet gyakorolsz 6 órán keresztül, az olyan energiákat mozgat meg, nyilván mivel egy fúvós hangszerről beszélgetünk, de az egész testedet átjárja az energia, amit mondjuk egy, nem tudom például, hogy a festő mit érez mondjuk munka közben, de biztos hasonló, csak az, hogy a levegő saját légzéseddel használsz egy hangszert, az egy olyan energiaáramlás, ami szerintem leírhatatlan. Úgyhogy ez a típusú töltés, meg energia átadás, ez hiányzik. De teljes életet élek nélkül, úgyhogy néha kicsit azzal könnyítek magam, hogy hallatok egy kis klasszikus zenét, vagy elmegyek egy koncertre. Klasszikus zene az nekem sohasem egy ilyen matekos dolog volt, tehát nem tudtam sohasem úgy Bachot hallgatni, hogy most akkor azokkal a hangközökkel, vagy azokkal a lépésekkel erre és erre gondolt, és az ezért van, hanem egyszerűen csak így hallgattam, és nekem ez egy ilyen ösztönös dolog volt. Nyilván egyébként emiatt nem volt könnyű dolga feltétlenül a tanáraimnak, mert azért engem meg kellett nyírválni kicsit, hogy ne legyek ilyen ömlengő, mert az nem minden stílusban áll jól. Mondhatjuk, hogy most a haj a te hangszered? Szerintem mondhatjuk, igen. Nagyon szeretem ezt a pályát, tényleg. Minden nehézségével együtt. Vannak nehézségek, amik így eléd gördülnek? Nekem nagyon sok esetben az tűnt nehézségnek, és a mai napig is küzdöm ezzel, hogy mivel én kicsit egy ilyen semmelyik istállóhoz nem tartoztam, mert hogy nem voltam nagy iskoláknak a tanulói, meg nem tartoztam közéjük, meg nem tartoztam a legmenőbb fodrászüzleteknek a kirepülő tanulói közé, ezért egy ilyen velem így nagyon sokáig nem tudtak mit kezdeni a szakmában. Szerintem a mai napig, mondjuk, hogyha most ez ki fog kerülni a fodrászinfóra, ez az interjú, valaki most fog rólam életében először hallani, úgyhogy tulajdonképpen gyakorlatilag az összes divatmagazinban és tévéműsorban aktívan dolgozom évek óta. Viszont pont azért, mert nem tudnak kihez és melyik mesterhez kötni, ezért nekem nagyon sokáig már nem lehetett beazonosítani. Nyilván pláne a divatszakma, az a típusú divatszakma, mert én vagyok aktív, az még szűkebb kör, mint mondjuk, hogy arról beszélgetünk, hogy fodrász szakma. Tehát itthon, aki mondjuk aktívan dolgozik a divat szakmában, az mondjuk, hát hogyha azt mondom, hogy 10 fő, akkor azzal szerintem sokat mondok. Egy kicsit így kívülálló vagy emiatt. Neked ez imponál? Tehát, hogy ez azért tetszik? Hát azt nem mondom, hogy tetszik, mert ez egy nehezebb út nyilván. Abból a szempontból viszont tetszik, hogy amit elértem, és ami felé tartok, azt mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen csak magamnak köszönhetem, és a kitartásomnak köszönhetem, vagy a kapcsolatrendszeremnek, de ezt nem pejoratívan kell értelmezni. Tehát én például nem járok el olyan eseményekre, ahol össze kell bratyúzni, tudod, valakivel egy munkáért. Tehát rám ez annyira nem jellemző. Tehát illetve nem jellemző, mert nem járok tulajdonképpen sehol akár. Úgyhogy ezt a részét nagyon szeretem. Viszont nyilván sok esetben könnyebb lett volna, hogy nem a nehezebb végéről fogom meg ezt a szakmát. Tehát, hogy nem a saját hibáidból kell megtanuld azt, hogy eljuss egy hosszabb úton A-ból B-be, mint hogy azt mondja neked egy mester, hogy na haver, most akkor ezt így fogom meg, ezt a stílfésűt, így kezdünk el melírozni, vagy így kezdünk el egy hajat vágni.
nekem pontosan ezért a munkafolyamataim azok inkább ösztönösek, mint szigorú szabályok szerint lekövethetők. Neked vannak fodrász barátaid? Hát a kollégáim közel állnak hozzám, akikkel együtt dolgozom. Ugye hárman vagyunk fodrászok az üzletben, Fábián Zsanettal és Evesi Krisztiánnal dolgozom. Krisztián a mi kettőnk tanulója volt, Zsani és az én tanulóm. Nálam abból a szempontból aktívabb volt, hogy őt eléggé érdekelte ez a forgatás, fotózás dolog, és ezért ő sokkal többet volt velem aktív ilyen stylingos munkákon. Úgyhogy hál' Istennek egy szoros kapcsolatot ápolunk. Nagyon jó barátom a Vörös Kati, a Horror Barbie fodrászatnak a tulajdonosa, nagyon szeretjük egymást. Voltak olyan szerencsés találkozások, mondjuk forgatások alatt, ahol több fodrász volt, hogy jó kapcsolatot ápolunk. De ha csak fotózásokra jártam volna, akkor ez egy magányos szakma. Hiszen egy fotózáson csak te vagy öt egyedül fodrász, és nagyon ritkán van olyan szituáció, hogyha mondjuk 5-6 modellről beszélgetünk, hogy mondjuk van ott még egy fodrász szakember a mellette lévő tükörnél. Úgyhogy ilyen mély kapcsolatok nem alakulnak ki, viszont én azt gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolok a szakmában sok emberrel, akiket nagyon szeretik, és elismerem a munkáikat. Mennyire tudsz egyébként együtt dolgozni más fodrászokkal? Hát szerintem az alap személyiségemből fakadóan én nem vagyok egy ilyen mosolygós, megédes figura, tehát én pontosan ezért igyekszem távol maradni attól, hogy mondjuk aktívan oktassak fodrászokat, vagy nehéz minden napokban azzal megküzdenem, hogy azért, mert én egy pokróc vagyok, azt próbálják a kollégáim függetlenítő attól, hogy az nem miattuk van, hanem egész egyszerűen én ez a típusú ember vagyok, és nagyon nehezen uralkodom mondjuk az arcmimikámon, tehát egy eléggé szigorú arckifejezésem van, de ez alapjárat. Magamon örlődöm biztos dolgokon, és akkor ez kiül a fejemre, és ezt sokan nem értik. És egyébként, ami például egy csapatmunkát, például egy csapatban szerintem jól tudok dolgozni, vezetőként viszont az történik, szerintem pont te készítettél velem interjút az egyik Fashion Week után, hogy nagyon nehéz helyén kezdeni azt, hogy van egy akkora esemény, mint mondjuk az itthoni legnagyobb Fashion Week, és annak mondjuk te vagy a vezető fodrásza. Ez azt jelenti, hogy te elsősorban képviseled a márkát, aki oda visz téged vezető fodrászként, képviseled a szakmádat, és utána pedig saját magadat, ami tehát hiába dolgozik a kezed alatt mondjuk 30 ember, mert volt olyan, hogy 30 ember dolgozott a kezem alatt. Bármelyik loop kimegy a kifutón, vagy készül egy fotó, az téged minősít a vezető fodrászt. És egyébként szerintem ez így is van rendjén, hiszen te vagy az, aki kitaláltad a lookokat, te vagy az, aki leegyeztetett mindent a tervezővel, a koncepciót te nézed át, a stylistokkal te kommunikálsz, és hogyha mondjuk ezáltal is hibás frizura lép ki a kifutóra, akkor szerintem csak is kizárólag a vezető fodrász terheli. Na most ezt a típusú terhet nekem nehéz viselni, pont azért, amiről már beszélgettünk korábban, hogy van ez a megfelelési kényszer, valószínűleg valamilyen komplexusból fakad ez, hogy nyilván mindig ott levő a fejem fölött, hogy engem igazából senki nem tanított komolyan, vagy nem voltam, sehova nem tartoztam soha, most mindenki nyilván azt az egy embert figyeli, aki megkap egy ilyen feladatot, szóval ez egy nehéz ügy. És emiatt nyilván a backstage-ben vannak surlódások, de szerencsére eddig olyan stábbal dolgoztam, akik ezt abszolút helyén kezelték, és utána tudtunk röhögni egyet a nem létező ciki szünetben mondjuk, hogy ők tudták, hogy akkor rám mondjuk milyen teher nehezedik. Volt olyan, hogy valaki elsírta magát a helyzet miatt egy backstage-ben, de én nagyon remélem, hogy az nem amiatt, mert hogy én úgy szóltam hozzá, hanem inkább amiatt, hogy vagy túlérzékenyen kezelte, vagy nem kezelte helyén, nem tudom. Nekem ezeket kicsit így sokáig örlődöm rajta, hogy finomabbnak kéne lennem, vagy kevesebbnek kéne lennem, vagy de hogy egyszerűen ez egy olyan feszített tempó, amikor egy nap letolsz 10-12 sót, hogy azt így ki lehet próbálni egyébként, hogy ki hogyan kezeli. A külföldi oktatóinknál egyébként azt látom, hogy ők egészen elképesztő, milyen higgadtvérrel tudják végig csinálni, valószínűleg ez egy adottság, vagy pedig egy olyan tréningsorozatnak az eredménye, amire szerintem
valahogy ez a közép-kelet-európai mentalitás nem tud nagyon pozitívan idomulni ezeket a dolgokon. Szerintem ez bennünk valahogy születettem van egy ilyen görcsösség. Én azt gondolom. Egyébként próbálom ezzel mentegetni magamat, nem tudom. Azt mondod, hogy pokróc vagy. Valahogy így fogalmaztál magadról. Vendégekkel is megengedheted például ezt a stílust adott esetben, vagy ott pontosan érzed, hogy azt ott nem lehet? Nagyon érdekes, de az élet valahogy mindig olyan vendégeket hozott nekem, meg olyan ismert embereket, akik ezt a lehető legjobban kezelték. Természetesen a pályám alatt azért fordult elő olyan, hogy kaptam egy e-mailt egy évek óta hozzám járó vendégtől, hogy neki eddig tartott nála ez a türelem, vagy nem türelem, hanem hogy nem akar úgymond gyomorgörcsölni fodrászhoz, amit én még így utólag is nehezen értek, de hogy valaki rendszeresen elkésik, és tudja, hogy nálam ez egy ilyen nehéz kérdés, és én nem árulok zsákba maskát, akkor nem miattam legyen gyomorgörcse, hanem amiatt, hogy ő nem tudja megoldani azt az élethelyzetet, hogy valahol odaér mondjuk pontosan. Tehát nálunk kb. Ilyen hülyeségekből szokott súrlódás lenni, de én ezzel tényleg készényekkel eltem az új vendégeket is, hogy a legfontosabb az, hogy ő ideérjen, mert tiszteletben kell tartani a következő embernek az időpontját, és nálam nincs olyan, hogy csúszunk 2:30 a nap végére, és nem lógnak fürtökben az emberek a szalomban, ez mind értük történik. Tehát, hogy ha ez valakinek nem megy, akkor amilyen nyilván van nehézség, meg nyilván nehezen tudom sok esetben félretenni a hétköznapi problémáimat mondjuk munka közben, mivel tulajdonképpen az életem arról szól, hogy dolgozom, és aztán pedig hazamegyek. Hát, és az elmúlt másfél év aztán meg különösen erről szólt, hogy nem volt lehetőség az embernek kifújni valahol az, hogy ne a munka legyen, és ne az otthonlevés legyen, hanem mondjuk egy vacsora mellett valahol kiröhögöd magad a barátaiddal. De tényleg nagyon-nagyon jól kezelnek engem a vendégeim, és szerintem én is őket. Ez egy ilyen kölcsönös oda-vissza dolog. Hogyha jellemezned kéne, vagy le kéne írni pár szóban a Have Salont, hogy kik vagytok ti, és mit képviseltek, akkor ezt hogy tennéd meg? Van 3 fodrász, ugye a Fábián Zsanát, Hebesi Krisztián, illetve én. Van 2 kozmetikusunk, Szűcs Ági és Kökény Judit. Én ezt a csapatunkat szeretem most a legjobban. Voltak próbálkozásaink. Az alapkiindulás az, hogy én egy kicsit inkább egy ilyen remete típus vagyok, de évek óta próbálom magam arra trenírozni, hogy az nem jó, hogyha bezárkózok a 4 fal közé a vendégemmel, mert akkor egy az, hogy szakmai inger nem ér, a másik pedig, hogy beszűkülsz. Tehát vannak nehéz napjaim abban, hogy nem egyedül vagyok, és élnek külső ingerek az üzletben, de szerintem nagyon jól működünk együtt. Ami a legfontosabb jellemzője szerintem a szalonnak az, hogy szerencsére a kollégáim nagyon nyitottan állnak mindenféle kérdéshez, vagy helyzethez. Egy nagyon kedves társaság, jó humorral rendelkezünk, szerintem szakmailag mindenki toppon van, vagy legalábbis a legjobb irányba haladunk, mindannyian fejlesztjük magunkat, képzésekre járunk, aktív szereplői vagyunk a hazai divatéletnek, szerencsére befolyásos nők, férfiak járnak hozzánk, és most azt értem a befolyásosság alatt, hogy olyanok, akik a nap mint nap mondjuk tévéképernyőn vannak, vagy híres influencerek, és ez nem azt jelenti, hogy hozzánk csak ilyen emberek járnak, ez a vendégkörnek egy szűk rétege, de szerencsére szeretnek hozzánk járni. És egyébként sok esetben azt hiszem, hogy pontosan azért szeretnek hozzánk járni, mind a mellett, hogy szakmailag megkapják a általunk nyújtható legmagasabb színvonalat, az, hogy nincsenek másként kezelve. Tehát ő bejön, és akkor ugyanaz a vendégem, nincs körbe rajongva. Tehát tényleg én próbálom az ügyfeleimet is úgy kezelni, hogy abszolút partnerek vagyunk, és mert szerintem az nem lehet jó, hogyha valakit állandóan körbe rajongálnak fel, legalábbis én nem gondolnám, hogy ez működhet hosszú távon. Tehát akkor még nem volt olyan szituáció, hogy mondjuk valamelyik hírességnek kellett volna azonnal, de rögtön egy frizura, és akkor félretoltál egy másik vendéget, aki esetleg nem ismert. Olyan nincs, hogy azonnal, de rögtön. Tehát mondjuk az napi bejelentkezés nincs. Nálam úgy működik, hogy meg azt mondom a kollégáimnak, most már úgy működik mindenkinél, hogy nálunk, amint föláll a vendég a székből, kap egy következő alkalommal egy időpontot.
ez azért is fontos, mert hogyha már legalább van egy fix időpontja, és mindenkinek van egy fix időpontja, akkor mondjuk egy variálás az kevesebb gonddal jár, mert akkor tudsz cserélgetni, mint hogyha tele van írva a naptárod, és nem tudod tovább beszorítani, mert az én napom is 24 órából áll, hiába nem úgy tűnik, de ez így van. Nem szeretek kivételt tenni a vendégeim között, viszont amelyik vendégem abból él, hogy a külseje reggeli tévéműsorban, főműsoridős tévéműsorban, magazin címlapon van, és neki mindig toppon kell, neki ez a munkája, illetve ez az eszköze, ahogy ő kinéz, akkor nekem őt segítenem kell abban, hogy bármikor jöhet egy olyan élethelyzet, amikor neki hiába volt két héttel később egy időpontja, de egy fontos címlapfotózásra megy, akkor nekem meg kell festenem a címlapfotózás előtt. Vagy mondjuk egy nagy show műsor promo forgatása előtt, nekem őt kénytelen vagyok beszorítani, elsősorban ő miatt, de magam miatt is, hiszen amit nyilván egy ponton tudják fodrászokhoz kötni az ismert embereket, és nem állhat úgy a kamera elé, hogy nem néz ki jól, vagy éppen nincs top állapotban. Úgyhogy ebben az esetben szoktam kivételt tenni, de ezt a vendégeim, az átlag vendéget nagyon jól kezelik, hiszen ebben azért nem csinálok rendszert. És szerencsére az ismert nőim sem csinálnak ebből rendszert. Neked van férfi vendéged, vagy csak nő? Vannak férfi vendégeim, körülbelül 6 darab. Nem sok, nem szeretem nagyon a férfi hajvágást. Valószínűleg azért nem szeretem, mert nem is vagyok benne szerintem jó. Illetve abban nem vagyok jó, ami most nagyon trend, ez a barber sztori. Én ebben nem használom jól a gépet, nem használom jól ebben az esetben az ollót. Azokat a férfi vendégeket szeretem, akik nem feltétlenül ez a skatúja kategória, hanem az egyéniségükhöz passzoló fizulát kérnek. Abban szerintem viszont jó vagyok, mert azokhoz a technikákhoz szerintem elegendő a tudásom. Te egyedül dolgozol, mármint ezt úgy értem, hogy egy vendéget, azt az elejétől a végéig te készítesz el, vagy van esetleg segítséged? Nincs segítségem, nálunk mindhárman úgy dolgozunk, hogy gyakorlatilag a festés, vágás és styling mindenkinél egy és ugyanaz az ember készíti. Nyilván mindenkinek van kedvenc területe. Igazából akkor van az, hogy nem egyedül végezzük el a munkát, hogyha mondjuk látjuk, hogy az egyik kollégánk megcsúszik, és akkor éppen neked van egy kis szabadidőd, akkor így támogatjuk a másikat, segítünk a másiknak. Vagy mondjuk, nem tudom, nekem hirtelen el kell mennem egy forgatásra, és akkor rá tudom bízni a kollégáimra, nyugodt szívvel a vendégeimet. És hogyha a vendég hajlandó átulni a másik székbe, akkor természetesen ez nálunk működik. Nincs technikus, nincs segítségem, semmi, senkinek. Nálunk nincsenek tanulók. A Krisztián volt az egyetlen tanulónk, aki szerintem a világ legalázatosabb és leghálásabb tanulója volt tényleg mindenféle puncsolás nélkül, mert tényleg bármit rá lehetett bízni. Olyan feladatokat is, amit egy utólag végig gondolva már kicsit ilyen kellemetlen, hogy megkértünk rá ilyet. Tehát most nem arra kell gondolni, hogy szedegesek a cipőtalpamból a levágott hajat, de mondjuk elintézte a privát postai küldeményemtől kezdve mindent, és emellett iszonyatos tempóban fejlődött és napra kész volt. Na most ebből a típusú tanulóból és emberből nagyon kevés van nekem az a tapasztalatom. Voltak próbálkozások, hogy volt egy-két tanulónk, de mind lemorzsolódott egy ponton. És igazából nem akarunk ebbe energiát ölni már. Mert elég feszített a tempó nálunk a hétköznapokban, hogy az nem fér bele. A Hevszalomber nagyon finoman és nagyon visszafogottan, de mindig oda teszi a véleményét a széles társadalmi vitákban. Mely témákról gondoltátok úgy, hogy érdemes kiállni a véleményetekkel? Hát ez egy elég nehéz kérdéskör, mert én nem értek a politikához, és nem is szeretek a politikáról beszélgetni, viszont mert nem tudom azt mondani, hogy XY lépésnek miért kell megtörténnie ahhoz, hogy mondjuk gazdaságilag, vagy bárhogyan működjön, vagy kordában tartható legyen egy ország, ehhez nem értek. Egész egyszerűen a neveltetésemből adódóan, vagy egyszerűen empatikus embernek születtem, vagy nem tudom mihez köthetem azt, hogy engem mindenféle megkülönböztetés nagyon nehezen érint. Kezdve attól, hogy mondjuk a fai hovatartozás alapján, vagy esetleg testszégyenítés, vagy
vagy nemi hovatartozás, szexuális beállítottság, és az utóbbi időben annyira töményen van jelen a hétköznapokban, hogy aki nem akar politizálni, az is egy ponton politizálni kezd, mert hogy egyszerűen nem lehet az, hogy szó ne hagysz dolgokat. És mi igyekszünk beleállni ezekbe a helyzetekbe, nem melveregetve, hanem egyszerűen mi szeretnénk azt sugározni kifelé, hogy aki hozzánk jár, ők nálunk biztonságban vannak, mindentől függetlenül. Tehát mi senkik azt nem teszünk különbséget. Nyilván az, hogyha mondjuk valaki szarfej, az egy másik kérdés, de az, hogy te milyen háttérrel rendelkezel, honnan jöttél, nálunk ez mind nem számít, mindaddig, amíg te egy jó ember vagy, és mondjuk együttműködő. Úgyhogy mi ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy bizonyos helyzetekben hangot adjunk ennek, mert szerintem, hogyha az ember mindent elenged, akkor az nagyon nem jó irány. Így is nagyon nehéz, mert így sem jó irány, ami történik, de szerintem muszáj támogatásról biztosítani minden embert, hogy mindenki értékes, és mindenki fontos, és nekem az a fura, hogy az lehet egy politikai kommunikáció, hogy bármilyen társadalmi rétegét a saját országodnak célkeresztbe helyez. Tehát szerintem ez elfogadhatatlan. Nekem az is elfogadhatatlan, hogy mondjuk az iskolákban le van redukálva az, hogy mondjuk tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek most már nem feltétlenül kaphatnak az iskolában megfelelő fejlesztést, hanem el kell menni ők egy családsegítő központba. Szóval, hogy így, amikor én még tanítottam, akkor én pontosan egy fejlesztő pedagógusnak a termében tanítottam, és tudtam, hogy mekkora szükség van arra, hogy mondjuk, és hogy ezek a dolgok így megszűnnek, akkor azt így, ilyen fura érzésem lesz attól, hogy de annak az embernek akkor milyen élete lesz, hogy nincs magadban az a lehetőség egyébként, ami meg lehetne neki adva. Vagy mondjuk, hogy fordulhat az elő, hogy mondjuk a jelenlegi, amiről most egyébként nyilván, ami nagyon aktuális, ez az új pedofil törvény, illetve ennek a homoszexualitással összemosott mondatai, amivel így nem is tudsz nagyon mit kezdeni, mert igazából, hogyha jogászoknak a véleményét meghallgatod, akkor ez egy olyan törvény, ami igazából így még nem is nevezhető törvénynek, meg nem is lehet mire hivatkozni, nem tudnák, mivel fognak büntetni embereket, meg pedagógusokat, hogyha mondjuk ténylegesen tartanak felvilágosítás, vagy mondjuk, ha nem is nevezzük felvilágosításnak, de mondjuk nem tabusítunk témákat. Tehát ez egy megfoghatatlan dolog, ami egyelőre arra jó, hogy emberek egymásnak feszüljenek. És én nem próbálok nem sohasem összeesküvés elméletekre támaszkodni, mert egyébként azt is butaságnak tartom, meg nyilván nem is akarok olyan dolgokról véleményt formálni, amihez én nem értek, de az, hogy kipécézünk embereket, azt szerintem egy olyan határon ment túl, ami nagyon sok, és sajnos rányomja a hétköznapjainkra a bélyegét, mert nagyon színes vendégkörünk van, és egyszerűen tapasztaljuk a saját bőrünkön, és nyilván mindenkinek van valamilyen titka, vagy nem tudom, vagy olyan sérelme, vagy traumája, amit cipel az életén, illetve látjuk az embereket, akik bejönnek az ajtón, és hogy így egyértelműen tudjuk, hogy mondjuk ez valami aktuál politika, vagy valami olyan nyomasztó dolog miatt történik, amiről is szeretnének beszélni, és nálunk erről beszélhetnek, mert nyitott fülekre talál, vagy lehet róla kommunikálni. Szóval ezekben én azt gondolom, hogy nagyon fontos kiállni, és pláne akkor, hogyha mondjuk valaki egy olyan követőbázissal, vagy nem tudom, minek nevezzem, engem nem követnek olyan nagyon sokan az interneten, de hogy nyilván viszonylag széles spektrumú az a követőbázis életkor tekintetében, stb., hogyha már csak egy-két embert megszólít az azzal, hogy picit gondoljon a dolgok mögébe, legyen empatikusabb, vagy gondoljon bele a következményekbe, hogy mivel jár az, hogyha mondjuk valaki 18 éves koráig tényleg a családjának köszönhetően, meg a jelenlegi rendelkezések alapján ő nem hall olyan emberekről, amilyen ő maga. Tehát hogy nevezhetünk valamit meleg propagandának, hogyha mondjuk két királylány szerelmes tesz egymásba, és közben a normálisnak mondott, ugye hetero mesékkel meg nincsen probléma. Persze, a természet meg a biológia ezt már egyszer leosztott ezek a lapokat, csak hogy közben van egy dolog, ami nem döntés kérdése, és mégis létezik. Akkor ő miért akarjon erre megfelelő tájékoztatás? És ez nem hiszem, hogy,
hogy ez szexuális felvilágosítás, vagy hanem egyszerűen csak az, hogy nekem az megdöbbentő, hogy ilyenekről mi mindig beszélgetnünk. Szerintem egyik meleg ember sem akar úgy élni, hogy ő más. Ő ugyanolyan akar lenni, mint az összes többi. Nem akar megkülönböztetve lenni. Nem azért vonulnak az emberek a Pride-on, mert hogy ők most mindenképpen mutogatni akarják magukat, hanem egyszerűen fel kell arra hívni a figyelmet, hogy mi létezünk. Tehát, hogy van egy 10 milliós ország, és abban nagyon sokan élnek kettőséget, vagy titkolózva a saját családjuk előtt, pont az ilyen megbélyegző lépések miatt, ami szerintem Európában elfogadhatatlan, de a világ bármely pontján. Úgyhogy ez egy ilyen hivatásunk, mondhatom ezt. Tudom, hogy ez egy széllel szembe menés, de szerencsére nagyon sokan vannak. És pláne ennél a gyomorforgatóra sikerült kampánynál szembesültünk azzal, és iszonyatosan jól eső, hogy mennyi támogatás van, és hogy lehet, hogy azért, mert egy mikroközeget, meg egy mikrovalóságot gyártunk magunknak a közösségi médiában, hogy mondjuk így nyilván egy hasonló érdeklődési körű emberek az ismerőseid, vagy akiket követsz, és így emiatt nem annyira szembetűnő az a gyűlölet, ami van, de én nagyon remélem, hogy most már ez a kisebbség az, aki gyűlölködni akar, és hogy megbélyegezni embereket bármi miatt, tényleg. Tehát nem tudom, hogy egy cigány gyereknek miért lehet kevesebb esélye az életre, hogy szakmát tanuljon, mint mondjuk egy bármilyen másik gyereknek. És engem ez nagyon, nagyon nehezen érintett. Egyébként a tanítás alatt is nagyon nehezen érintett sok ilyen kérdés. Tehát nekem az, hogy egy ponton elfáradtam a tanításban, az is közrejátszott, hogy én tanítottam mondjuk lemaradott peremkerületi iskolában, és tanítottam top kategóriás, úgymond burzsúj környéken élő gyerekeket, és társadalmi helyzettől, meg mindentől függetlenül olyan sztorikat hallgatsz végig pedagógusként, ami nagyon nehéz. És nagyon nehéz azt mérlegelni, hogy mikor van az, hogy neked be kell avatkozz, mondjuk jávégy, vagy bármilyen tekintetben. Szóval ez nagyon nehéz volt nekem sok esetben kezelni. És szerintem, aki most pedagógus és nyitott, de mondjuk ez is egy ilyen fura szó, hogy nyitottnak kell lenni ahhoz, hogy elfogadj valamit, ami létező dolog, hogy mennyire lehet nehéz, amikor felismersz egy 8 éves gyereknél, hogy ott valószínűleg neki a párja majd egy azonos nemű egyén lesz, nem, és hogy ezt hogy kezeld úgy, hogy ő ne érezze magát kirekesztve. Tehát, hogyha valaki szólt egy csöpnyi empátia, akkor most pedagógusként iszonyatos nehéz dolga lesz. És szerintem ez ilyen helyzetek még több pálya elhagyó pedagógust tudnak generálni, amihez már szerintem így sem lenne jó, mert hogy bizonyos szakmában már nincsenek tanárok. Úgyhogy szerintem ezt mindenképpen végig kell gondolni a törvényalkotóknak, mert ez egy nagyon nem jó irány. És azért is nem jó irány szerintem, mert itt van mögöttünk másfél év, amikor az emberek le voltak zárva, le voltak szűkítve a lehetőségeink, a szórakozás, az, hogy kifújd a mindennapokat, kaptad egész nap az agyadba azt, hogy hány ember hal meg, soha nem lesz vége, és akkor még jönnek ilyen intézkedések, amik még frusztráltabbá tesznek egy társadalmat. Ez nem tudom, hogy kinek jó, és hogy nem tudom, hogy miért jó. Mert az, hogy ezt gumicsontnak nevezzük, az a némi fölháborodat, mert ezek olyan gumicsontok, amíg emberek életei múlnak rajta. És ez nem egy ilyen nagyon szélsőséges megfogalmazás, mert valaki tényleg 14 évesen öngyilkos lesz amiatt, mert mondjuk egyfolytában cigányozzák, vagy kancsal, vagy azért, mert még ő sem tud róla, de mondjuk a környezete látja, hogy ő más, és akkor elkezdik kipécézni, hogy mondjuk meleg, és hogy értéklen az ő élete. Tehát szerintem ez borzalmas, és ez ellen küzdeni kell. És hogyha egy fodrász küzd ellene, vagy egy szépségipari munkás, vagy egy kőműves, tök mindegy, egy nyilvánnyi közeget elérsz ezzel, hogy így. Azt sem szeretem azt a szót, hogy érzékenyítés, mert nem érzékenyíteni kell az embereket, hanem egyszerűen így valahogy fel kell nyitni a szemeket, vagy nem tudom. Nagyon nehéz erről beszélgetni egyébként indulatok nélkül. Van esetleg olyan vendégetek, akik, vagy aki nem nézi jó szemmel, hogy akár kiálltok ezek mellett a témák mellett, és a másik oldalt képviselitek ebben a témakörben, mint ő? Szerintem olyan vendégünk nincs. Én megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs a vendégkörömnek
hány százaléka jobb vagy baloldali beállítottságú, mert egyébként ez engem alaphelyzetben nem érdekel. Tényleg nem érdekel. Engem nem érdekel, ki honnan dolgozik, nem érdekel, ki kinek a felesége. Nekem ő egy vendég, és amíg itt egymást tudjuk tisztelni, és tiszteli a vendégkörömet, és jókat tudunk beszélgetni, akkor engem nem kell, hogy az érdekeljen, hogy neki milyen a beállítottsága. Valaki emiatt egyébként így furcsán néz rám, hogy így, hogy ezt én hogy tudom félretenni, de szerintem az a fura, hogyha valaki ezt nem tudja félretenni, hiszen akkor én ugyanolyan kirekesztővé válok, mint amiről az előbb beszélgettem. Tehát nyilván van, ami az embernek egy kicsit nehezére esik, vagy hogy szürreális élmény, de hogy mondjuk egy olyan szituációba keveredsz, mondjuk egy tévés munka kapcsán, hogy egy olyan tévétársaságnál vagy, ahol egyébként így fura, hogy mi megy a reklámidőben, miközben te ott dolgozol, de hogy én ezektől próbálom magamat függetleníteni, és a munkára fókuszálni. Volt már olyan egyébként, hogy volt olyan munka, amit utasítottam vissza, mert az nekem már átlépett egy határt, hogy azt én nem vállalhatom el. De ez szerintem egy esetben fordult eddig elő. Ez milyen érdekes, hogy eddig, hogyha visszanézünk egy kicsit, akkor azért a fodrászatoknak talán a közösségi média miatt is, de hogy nem volt erre lehetőségük, hogy szalonként vállaljanak fel bizonyos dolgokat. Szerinted ez jó irány, hogy ti már tudtok ehhez az eszközhöz nyúlni, és szalonként a munkátokon túl egy véleményt közvetíteni? Ez egy biztos, hogy nehéz kérdés, amiatt, mert én a saját véleményemmel, az, hogy nekem van véleményem valamiről, én senkit nem akarok megsérteni. De nekem az a véleményem, hogy ha valaki sértésnek veszi azt, hogy az élni és élni hagyni elvet szeretnénk követni, és mi ezt képviseljük, akkor annak nincs itt helye. Tehát akkor ő el tudja dönteni, hogy ő bejön ezen az ajtón, vagy nem jön be. Tehát én szerintem nincs olyan fodrászat, Budapesten biztos, hogy nincs, és Magyarországon meg főleg, ahol férfiak tolboában várnak és megbotránkoztatnak embereket, mert hogy ez ilyen nem létezik. Tehát amíg én nem sértem az ő határait, addig szerintem ezzel nincsen probléma. Tehát nekem bárki elmondhatja a székemben a véleményét. Van olyan, hogy a vendégeimmel nézeteltérésünk van, vagy véleménykülönbségünk van, de mondjuk szerencsére ő is egy intelligens ember, és én is tartom magam annyira intelligensnek, hogy helyén tudjuk kezelni a másikat, és ettől függetlenül szeretjük egymást, de nem kell mindenben egyezzen a véleményünk. De ebben a kérdésben, amiről most beszélgettünk, azt hiszem mondjuk kirekesztő bármilyen szinten a társadalom, abban viszont nekem határozott véleményem van, és szerintem ez lehet fekete és fehér vélemény. Még az jutott eszembe egyébként, hogy aki nekem egyébként egy ilyen ikonikus személy, ilyen véleményformálásból szalon szinten, például a Horror Barbie szalon a Vörös Kati, hogy ő sohasem, tehát ő mindig is nyitottan állt ezekhez a dolgokhoz, és mindig nagyon befogadó volt, és fel volt matricázva mindig az üzlete, hogy ide bárki bejöhet, és stb. És hogy ő sem tűri a megkülönböztetést, és szerintem nagyon sok ilyen helynek kéne lenni. És azt kéne felfogni az embernek, hogy ez nem rossz. Tehát, hogy ez nem propaganda, ez nem arról szól, hogy hú, mennyire jó meleg lenni, hanem ez arról szól, hogy fú, de jó élni, és hogy de jó lenne boldogan élni, és szabadon élni. És szerintem több olyan helyre lenne szükség, akik vállalják az ilyenfajta véleményüket. Egyéb politikai kérdésben egyébként szerintem nem kell, hogy vállalják az emberek a véleményüket, nem mint feltétlenül munkahelyszinten. Mert persze mindenkinek van véleménye, de ezek szerintem fekete-fehér kérdések, hogy békében hagylak élni téged, vagy nem. Tehát te üdvözölnéd, hogyha minél több szalon vállalná fel ezzel kapcsolatban a véleményét? Az ilyen típusú megkülönböztetésekkel kapcsolatban igen. Mert szerintem ez fontos. Ez mindenki számára fontos. A vendég számára is fontos, hogy tényleg egyre több olyan hely legyen, ahol ő önmaga lehet. Tehát ahol nem röhögik ki, miután kimegy az ajtón. Most ilyen egyszerű dolgokra gondolok, hogyha végig gondolja minden fodrász, hogy mondjuk dolgoznak egy csapatban, és mondjuk bejön egy vendég, aki nem fér bele a székedbe, mert szegényként annyira elhízott, akkor utána nem röhögött ki, amikor kimegy az ajtón. Vagy mondjuk bejön egy
egy transznemű fiatal, aki éppen hormonkezelés a kellős közepén van, és még azt sem tudod eldönteni, hogy fiú vagy lány, akkor nem szégyeníted meg azzal, hogy összesugsz a hátam mögött. Tehát, hogy szerintem ezek nagyon fontos dolgok, hogy mi, akiknek az a feladatunk egyébként, hogy magabiztosabbá tegyük őket, megszépítsük a hétköznapjaikat, kiteljesítsük az életüket azáltal, hogy a megjelenésük tökéletes, akkor nekünk az a feladatunk, hogy őket elfogadjuk úgy olyannak, amilyenek. Hogy nekem ez ezért fontos küldetés, semmi öncélú dolog nincs ebben, egész egyszerűen az, hogy elfáradunk ebben a sok hülyeségben. Szakmailag hol látod magad, mit szeretnél még elérni ebben a szakmában, illetve milyen életutat látsz még? Az van, hogy nyilván élünk egy kis országban, ez egy kis ország, tehát 10 millió ember él itt, tulajdonképpen én, amit szerettem volna szakmailag, azt már kipipáltam, tehát én kezdtem egy kis magazinoknál, kis divatanyaggal, nagy divatanyag, kaptam végre egy címlapot, aztán kaptam egy nagy glossy címlapot, aztán meg volt az első híres emberem, meg volt az első videóklippem, aztán behívtak egy tévés forgatásra, ahol a kezem ügyébe került a Pásztor Anna, és onnantól kezdve az így annyira beszippantott ez a tévés dolog, hogy nem láttam túl rajta, akkor ez elkezdett hozni olyan vendégréteget, aki még jobban pushingolt, az egómnak nagyon jót tett, és a bizalmamnak. Tehát az ego alatt ne azt értsük, hogy elszálltam, hanem hogy itt tényleg nekem fontos volt az, hogy magabiztosabb legyek a szakmámban. Rájöttem, hogy nem szeretek reklámfilmeket forgatni, rettegek a nagy játékfilmtől, nem érzem magamhoz elég képzettnek vagy jónak. Úgyhogy igazából, amit el lehetett érni itthon, és amit szerettem volna, azt én elértem. Életem legnagyobb álma volt Fashion Week-et dirigálni, és szerencsére az is most már a zsebemben van, és ezek olyan szép emlékek, és annyira szeretem őket, és annyira büszke vagyok rájuk, és annyira hihetetlen még a mai napig, hogy onnan, ahonnan indultam, én el tudtam jutni ezekre a szintekre, hogy én már így tök jól vagyok. Nyilván egyébként sokan kérdezik, hogy akkor hova tovább, mert hogy látják, hogy nem lehet hozzám időpontot foglalni, meg ezt nem tudom elvállalni, azt nem tudom elvállalni, de hogy közben aktív vagyok a social médiában, szerintem az fontos, hogy legyen jelenléted fodrászként vagy alkotóművészként az interneten, mert az neked is egy érdekes gyűjtés magaddal kapcsolatban, látod a folyamatokat, hogy honnan hova jutottál el, nyilván ez a portfóliónk, és ugye valaki ügyesen kezeli ezeket a tartalmakat, és azért is fontos szinten tartani magad, mert nem tudom, a mentális egészségünkhez az fontos, hogy napra készek legyünk, és még bármilyen előfordulhat, hogy most nem vállalok éppen nyáron egy tévéműsorforgatás, most éppen nem vállaltam az egyik nagy produkciót, mert elfáradtam tavaly, viszont ősztől bekapcsolódom egy másikba. Szóval, hogy így muszáj vagy magadnak is egy picit teret adni. Úgyhogy most ezzel darabig így el vagyok. Most nagyon szeretek a szalomban dolgozni, a vendégeimmel nagyon szeretek együtt működni. Most ez van a fókuszban, aztán majd nyilván lesz más. De nem tudom, hogy hova tart, ez mit lehet még ebből kihozni. Sok minden érdekel, de semmi nem mozgat annyira, mint ez. Tehát próbálkoztam hobbi szinten, szövéssel, csináltam dísztárgyakat, tehát hogy én próbálom a kreativitásomat kielni akkor is, amikor mondjuk karanténhelyzet volt, vagy bármi. De akkor is otthon ültem 5 hétig, és egy ponton a babafejet vettem ugyanúgy elő. Tehát hogy nekem ez tényleg így valahogy egy ilyen szerves része az életemnek a része az, hogy a kezem után a haj következik. Szóval ez ilyen... Szerintem ebből nem lesz váltás, ha csak nem sérülök, vagy nem tudom. Szóval tényleg, ami még... Én nem is látom magam nyugdíjasan azt, hogy pihenek valahol. Nagyon vágyom hétvégi telekre, meg nyaralóra, meg nem tudom, de hogy annyira nem tudom elképzelni, hogy én egyszer majd takarékra teszem magam. Tehát sokan megkérdezik, hogy például nekem semmi üzleti érzékem nincs egyébként. Pontosan ezért a szalonnálunk úgy működik, hogy mindenki a saját maga ura. Tehát, hogy mindenki kifizeti a saját részét, a székbérletet, és aztán én nem tudok senki felé felelősséget, de ők felé. Tehát, de nekem nincs olyan, aki mondjuk kvázi nekem pénzt termeljen, de nem is akarok ilyet, tehát én senkitől nem akarok pénzt levenni.
Úgyhogy nem tudom, nem látom magam nyugdíjas emberként, ez nagyon érdekes. Pedig így el tudnám képzelni, hogy nem tudom, bokrot metszegetek, meg nem tudom, hagymát ültetek, de egyenlőre nem látom, hogy ez mikor fog nálam megtörténni, vagy hogy milyen formában. Úgyhogy ez még egy ilyen érdekes a jövővel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm mindenkinek, hogy velünk tartott. Találkozzunk jövő hétfőn is. Én köszönöm nagyon a lehetőséget, és hogy gondoltál el.